Országosan 3.362.000-en szavaztak nemmel a betelepítéssel kapcsolatban. A Fidesz frakció igazgatója szombati szolnoki látogatása alkalmával hangsúlyozta, nem csak a kormánypárti szimpatizánsok szavaztak, hanem egy nemzeti ügy mögé álltak az emberek. Számításai szerint 1,5 millió ember nem pártpolitikai alapon voksolt. Az ő véleményüket is képviselik, tette hozzá a politikus. Az eredmény az egy nagyon erős üzenet az ellenzéki pártoknak is, és nagyon erős üzenet Brüsszelnek is, hogy a betelepítési kvótából Magyarország nem kér. Mi felhatalmazást kaptunk ezáltal, hogy Brüsszelben kiálljunk az igazunkért, és felhatalmazást kaptunk a Magyarország gyűlésben is, hogy lépéseket tegyünk. Itt a magyar alaptörvényt fogjuk módosítani néhány napon belül annak érdekében, hogy ne lehessen kényszerbetelepítést alkalmazni Magyarországgal szemben. Ez az elkövetkező évtized egyik legnagyobb kérdése, folytatta az alelnök. Családjainkat és kultúránkat ugyanis más nem fogja helyettünk megvédeni, hangsúlyozta. Szalai Ferenc a 2014-es választási szavazatokat vizsgálva elmondta, Szolnokon most 11 000-rel többen szavaztak. A mondandónk az eljutott sokakhoz, akik szavazóként akkor még nem velünk voltak. Megértették azt, amiről alelnök úr is beszélt, és oly sokszor elhangzott, hogy Európa, Magyarország és ezenből Szolnok jövője is a tét ennél a népszavazásnál. Ugyan mi itt nem érzékeltük közvetlenül a migráció problémáit, ellenben láttuk, tapasztaltuk azt, hogy mi minden hangzott el szerte a világban, illetve a déli határok mellett hogyan és miképpen vélekednek erről az emberek. Az európai kultúra kiemelten tiszteli a nőket, és amely kultúra ezt nem tiszteli, annak nincs helye közöttünk, hangsúlyozta Szolnok polgármestere.